Ő Johanna Kvász, a világ legidősebb tornászaként számon tartott hölgy, 87 éves korában még versenyzett szenior világbajnokságon. A sportoló merőben másképp éli meg 80-as éveit, mint kortársai, sőt, jóval fiatalabbak is irigyelhetik őt hajlékonyságáért, remek erőnlétéért. Noha a példa meglehetősen rendkívüli, az biztosan tudható, hogy a rendszeres sport lenyűgöző élettani hatásokkal bír. A testedzés alatt tulajdonképpen a vázizomban, amelyik működik, a vérellátás és az oxigénellátás az százszorosára is nőhet a normál érték, a nyugalmi értéknek. Ezzel szemben a májban felére csökken, vesében felére csökken, agyban egy picit nő. Ennek ellenére a testedzés valamennyi szerv funkcióját javítja. Ezt kicsit nehéz érteni, hiszen egészen mások az élettani folyamatok ezekben a szervekben. Tehát szeretném megfejteni, hogy vajon miért is van az, amellett, hogy az evolúcióban a mozgásnak olyan fontos szerepe volt, hogy tulajdonképpen miért is van az, hogy a mozgás ennyire jó valamennyi szerv működésére. Radák Zsolt egyike annak a 12 kutatónak, akik sikeresen pályáztak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Élvonal programjára. Így a kutatócsoport a rendszeres testedzés generális hatásainak rejtélyét szeretné megismerni. Hiszen azt, hogy az izomra, a szívre pozitív hatással van a sport, már jó ideje tudható, de itt korán sem ér véget a sikerlista. Az agyunkban az idegsejtek, amelyek amúgy nem osztódó sejtek, számát a testedzés növeli. Nem csak növeli ezeknek a számát, hanem az agynak azt a részét, a hipokampuszt, amely felelős a memóriáért, a tanulási folyamatok nagy részéért, annak a nagyságát is befolyásolja a testedzés. Tehát egészen elképesztően hat, csak egy példát mondanék, az a fizikatanár nagyon boldog lehet, akinek az órája a testnevelés óra után van, hiszen a testnevelés órán a gyermekek megkapják azt a szükséges napi testedzést, talán kicsit kevesebbet, de ennek a hatására az agy vérellátása, keringése és az agyban bizonyos neurotranszmitterek mennyisége, növekedési faktorok mennyisége olyan kedvezően változik, ami javítja a funkciót egyértelműen. A tudomány jelen állása szerint a középkorú korosztálynak heti háromszor legalább 30 perc viszonylag intenzív mozgásra van szüksége ahhoz, hogy beinduljanak az előnyös élettani folyamatok. De ennél sokkal precízebb eredményeket szeretnének megtudni a hosszú és minőségi élethez vezető útról. Lesznek humán vizsgálataink, ahol egy fél évet szeretnénk edzeni 55 és 65 éves korosztályban tartozó személyeket felügyelettel. Teszteljük őket a vizsgálat elején, a közepén és a végén. A tesztek azok a kognitív tesztektől, a funkcionális élettani teszteken, szervi teszteken keresztül minden magába foglalnak, és emellett lesznek állatkísérleteink, ahol a molekuláris hátterét szeretnénk feltárni ezeknek a dolgoknak, plusz hát kíváncsiak lennénk arra is, hogy milyen epigenetikai változások történnek testedzés hatására. A csoport keresni szeretne valami olyan kulcsszót, amivel motiválni tudnák az embereket, hogy tegyenek valamit magukért. Hiszen ahogy a kutató mondja, a kutyánkért is felkelünk korán, hogy megsétáltassuk, hát ha megtaláljuk azt az okot, ami miatt magunkért is erőfeszítéseket teszünk. Mert a rendszeres testmozgás végső soron az emberiség faj fenntartásáért felel. A fizikai inaktivitás az borzasztóan terjed. Ez valamennyi szervünket negatívan befolyásolja, beleértve a megtermékenyítő képességünket. Ami azért nagyon fontos, mert az evolúciónak az egyik hajtórugója ugye mindig is az volt, hogy újabb életképes utódokat hozzunk létre. És persze a darwini evolúciót sokféleképpen lehet értelmezni, de az egy fontos része, hogy a fittebb maradt fönt. A tudósok ma egyetértenek abban, hogy az átlag életkor kitolható lesz 120 évig. De nem lehet csak a hosszú élet a cél, mert nem mindegy, hogy milyen minőségben tölthetjük el idősebb napjainkat. Annyi biztos, hogy a kulcs a rendszeres testmozgásban van, mindehhez a pontos recept pedig most készül.